Dobos Jánost, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnökét kérdeztük a pszichiátriai kezelések hatékonyságáról, illetve arról, hogy milyen alternatív gyógymódok léteznek a gyógyszeres kezelések helyett. Az alapítvány elnöke elmondta: Az a probléma, hogy manapság a pszichiátriákon pusztán gyógyszerekkel elnyomják a betegek tüneteit, akik ezután akár egész életükben szedik ezeket a szereket. Kérdésnek a kapcsán beszélni arról is, hogy a manapság a pszichiátriai kezelések, amelyek a, a pszichiátriai osztályokon, intézetekben zajlanak, valójában nem nagyon állnak többből, mint hogy valaki bekerül valamilyen mentális nehézséggel, és az ő kellemetlen tüneteit, amelyek kellemetlenek saját maga számára, vagy a családja környezete számára, ezeket valamilyen gyógyszeres kezeléssel egyszerűen elnyomják. Tapasztalatunk a saját jogsegélyszolgálatunk kapcsán, hogy azok az emberek, akik valamilyen nehézséggel bekerülnek a pszichiátriára, és onnan kikerülnek, gyakorlatilag ugyanonnan folytatják, ahol, ahol abba vagy a másik lehetőség az az, hogy onnantól kezdve folyamatosan, gyakorlatilag egész életükben szedik ezeket a szereket. Ezeknek az embereknek nyugalomra hozzáértésre van szükségük, fogalmazott Dobos János. A gyógyszeres kezelés helyett több esetben is hatékonyabbnak bizonyult az odafigyelés, a türelem és a megfelelő bánásmód biztosítása. Számos olyan alapelv van, amiről tudható, hogy jótékony hatású azokra az emberekre, akik valamilyen mentális nehézséggel küzdenek. Nagyon fontos szempont például az, hogy amikor valakinek mentális zavara van vagy nehézsége, akkor először is az embert ne háborgassák. Legyen egy nyugodt hely, egy csendes hely, ahol el lehet őt helyezni. Ne erőszakoskodjanak vele se gyógyszerek tekintetében, se egyéb módon. Tudjon rendesen aludni, kapjon rendesen enni, ha kell, kapjon vitaminokat, sokszor ezek is számítanak. Olyan emberek vegyék körül, akik, akik akik nyugtatólag vannak rá, csendesítő hatással vannak rá, beszélgessenek vele, legyenek eleve olyan emberek körülötte, akik tudják kezelni az ő esetleges kellemetlen megnyilvánulásait, és a kezelés alatt nem azt értem, hogy leszedálják. További alternatív gyógymódokról, illetve az alapítvány egyéb tevékenységéről a www.emberjogok.hu weboldalon olvashatnak az érdeklődők.